Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A választ megadja itt ez a kártya. A négyes szám azt jelenti, hogy szüksége van az alapokra, a biztonság érzetére. A képen látható egy hölgy, itt pihen, olvas valamit, vár egy hírre, és ő várakoztat benneteket. És ő szeretné, ha ti megértenétek az ő jelenlegi helyzetét, és türelmesen várnátok arra, amíg ő rendezi a dolgait, amíg ő jelentkezik, és ez az ő gondolata, ez, amit szeretne. Ezek az ő elvárásai. És miért? Itt ez a kép megadja rá a választ. Neki vannak vitái. Valaki vagy valakik rátámadtak. Ez nagyon kellemetlen, mert ez jelent egy harcot, vitákat, veszekedéseket, vagy egy belső harcot. Mivel itt az ötös szám látható, és az arra utal, hogy mások befolyásolják az ő életét, itt nem a belső harcról van szó, holott ez is megviseli őt, hanem itt tényleg vitákról, veszekedésekről van szó. És mi az, amit közöl veletek? Itt ez az eremit a nyugodtan visszahúzódó, várakozó, ugyanúgy, mint ahogy ez a kép is mutatja, ő azt szeretné, hogy ti türelemmel, megértéssel várjatok rá, amíg ő jelentkezik. A napi kártya itt a csokis kártyacsomagból azt jelenti, hogy ő számít arra, hogy ti odaadással, hűséggel várjatok addig, amíg ő rendezi a dolgait. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videó felvétel. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Hamarosan megjelenik a hírlevelem, az első kiadás, ez havonta van. Azok kapják meg, akik megrendelik ezt nálam. Ez a hírlevél, ez az újság ingyenes. Minden hónapban van egy téma, azon kívül bemutatok egy angyalt, leírom azt, hogy mi várható asztrológiailag
a következő hónapban van előny is, mert minden hónapban bemutatok egy jóslást, amit kedvezményesen kaptok. Megrendelhetitek ezt a hírlevelet az e-mail címen newsletter@denderasuzannamedici.com, és mint mondtam, ez ingyenes. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!